A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai Állampolgárok Évének meghirdetése alkalmából indította útjára az uniós fejlesztések nyílt napját, megmutatva ezzel, kihasználva az uniós tagság nyújtotta pályázati lehetőségeket, a cégek látványos eredményeket érhetnek el. Ezen kívül a kupoknak a zárógyűjtő. Ez a cég például az új Széchenyi tervnek köszönhetően mintegy 216 millió forintból fejlesztette ki az ipari méretű, úgynevezett szupertiszta műanyag újrahasznosítását. A nyílt napra látogatók saját szemükkel láthatták, hogy például a PET palackokból bizonyos előkészítési eljárások után ilyen szerszámtároló ládákat is lehet készíteni. Hallottuk, hogy Németországban már a családok felelőssége, legalábbis Bajorországban, hogy a különféle műanyagokat is külön gyűjtsék. És ha gondoltuk, hogy előbb-utóbb itthon is ez lesz, úgyhogy próbáljuk meg különböztetni a különféle műanyagokat hozzá. A gyermekek is tisztában vannak a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával. Még nem tanulunk sajnos ilyenről az iskolában, de szerintem ez nagyon ötletes, hogy fel tudjuk újra használni a hulladékot. Mint azt a vállalat programmenedzsere mondja, ha nem használnák ki az uniós pályázati lehetőségeket, nehezen boldogulnának. Úgy gondolom, hogy alapszinten a lakosság tisztában van azzal, hogy úgy műanyaggyártásban mi történik. Ehhez szeretnénk további információkat adni. Mivel hogy kis vállalkozás vagyunk, és igazából szükségünk van a támogatásra azért, hogy fel tudjunk nőni a feladatokhoz, emiatt nagy segítséget jelentett számunkra az uniós támogatás. Egyeken a Korda Filmparkban is várták az uniós fejlesztések nyílt napja Séta a kulisszák mögött elnevezésű programra az érdeklődőket. A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ tervei szerint a jövőben is szerveznek hasonló programokat.